Az AutoCAD alapismeretek című videótutoriálban az AutoCAD 2013 mérnöki tervező szoftver alapjaival fogunk megismerkedni. Mielőtt rátérnénk a részletekre, nézzük meg, hogyan is kezdődött el a CAD történelme. A műszaki problémák megoldására az 1950-es évektől alkalmaznak számítógépet. A CAD, mozaik szó, Computer Aided Design, vagy drawing szavakból tevődik össze, ami azt jelenti, hogy számítógéppel segített tervezés vagy rajzolás. CAD rendszer alatt több számítógépen alapuló eszközt értünk, mely a mérnököket és más tervezési szakembereket tervezési tevékenységünkben segít. Alapvetően, amikor a számítógépekkel elkezdtek dolgozni a mérnökök, a műszaki rajzolást kellett kiváltani, hiszen ennek volt a legmagasabb a költsége, ezért valószínűleg a CAD szó alapvetően Computer Aided Drawing szavakból tevődik össze, de ma már ennél sokkal többen valók ezek az alkalmazások, hiszen mérnöki számításokra, modellezésekre is alkalmasak, azaz a design jobban megállja a helyét. A kezdeti időszak az 1950-es, 70-es évekre tevődik, ekkor fejlesztették ki az alapvető perifériákat és algoritmusokat. A számítógéppel segített tervezés ipari technológiává válásának időszaka az 1970-es és 80-as évek. Később a tudásorientált fejlesztés időszaka következett 1980-tól. A CAD helye a mérnöki munkában, a tervezési, gyártási folyamat vázlata. Alapvetően a mérnököket azért alkalmazzák, hogy a kihívásokra, a feladatokra válaszokat adjanak. A kihívások, feladatok megoldását szakemberekbe álló csapatok adják meg. Ők általában ötletelnek, és az ötleteik teszteléséhez, megvalósításához számítógépeket alkalmaznak. A számítógépek számításokra alkalmasak, például véges elemanalízise, valamint geometriai tervezése, ilyenek főleg a CAD alkalmazások. Ezekből aztán előáll a végtermék, majd a gyártási dokumentáció, amelyből aztán maga a gyártás, a CAM következik, és végül az egész rendszer összeáll egy integrált gyártórendszeré. A CAD betűszó mellett gyakran használják a CAM betűszavat is, a tervezést a gyártásig előkészítéséig terjed a CAD-CAM páros. A CAM a Computer Aided Manufacturing betűszó, azaz számítógéppel segített gyártás. A CAM programok a CAD szoftverek által előállított tervekből, rajzokból indulnak ki. Az automatikus gyártást az ipari számos területén az úgynevezett számjegyes vezérésű NC Numerical Control gépek, szerszámgépek jelentették és jelentik ma is. A CAM programok futtatásának eredményeként megkapjuk a rendelkezésre álló rajzoló és fúrógépek vezérlőjének NC-CNC irányító kódját. Nagyon fontos itt megjegyeznem, hogy ma már pontosan, milliméter pontosan, ezer milliméter pontosan kell dolgoznunk a mérnöki rajzok készítésénél, hiszen nem kinyomtatott terveket kapnak a gyártók, hogy ezt a tervet, ezt az eszközt kell legyártaniuk, hanem ezekből a digitális állományokból dolgoznak, azaz az a pici hiba, amelyet elvétünk a szerkesztés alatt, az végig fog menni az egész gyártási soron, ezért nem engedhetünk meg ma már semmilyen hibát sem a rajzok készítésénél. Az AutoCAD az egyik legelterjedtebb piacvezető mérnöki tervező szoftver a PC-s világban. Eredetileg vektorgrafikus rajzoló programnak indult, rajzelemekből építkezik, támogatja a térbeli modellezést, látványtervezést. Vektorgrafikus rajzprogramról van természetesen szó. Rajzformátumát gyakorlatilag minden más CAD és CAM program is legalább olvasni, de gyakran írni is tudja, kvázi szabványá vált. Ez a fájlformátum tette nagyon híres világméretű cégé az Autodesk céget, amely az AutoCAD számítógépes programot is készíti. Az AutoCAD egy alapszoftver, amely alapvetően a drawing filozófiát követi, azaz nagyon jó szerkesztő, rajzoló motorja van, de ma már egy tervező, egy design program ennél sokkal többre is képes, hiszen modellezésekre, számításokra, szimulációkra is alkalmas. Ezért
Az alapprogramra megjelent, ráépült számos kiegészítő modul, szakági szoftver, ilyen például a mélyépítés területén alkalmazott Civil 3D, vagy a térinformatika területén alkalmazott Map 3D, de a gépészek, az építészek, az elektronikával foglalkozó szakemberek is megtalálják a saját szakáguknak megfelelő alkalmazásokat. Ezen a képen a Civil 3D-be készült útterve látható, látványosan háromdimenzióban rengeteg plusz szolgáltatást és funkciót ad az alap AutoCAD motorhoz. Hogyan lehet beszerezni az Autodesk egyes verziói? Természetesen fizetős programról van szó, amelyeknek az ára nem túl alacsony, hiszen alapvetően abból indulnak ki, hogy valódi munkákra használjuk, azaz profitot fogunk elérni a használatuk során. A diákok számára az Autodesk ingyen odaadja ezeket az alkalmazásokat, csak regisztrálni kell az Autodesk Student Design Community weboldalán, és onnan akár a magyar nyelvű AutoCAD-et, Civil 3D-t, Map 3D-t is le lehet tölteni regisztráció után. Fontos, hogy az oktatási verziót csak is kizárólag oktatási célokra lehet felhasználni, és bélyegzővel látja el a DVG állományokat az oktatási verzió. Az AutoCAD számítógépes segített tervezést, rajzolást valósít meg, de alapjaiban tekintve az alapgeometriához nyúl vissza, a CAD programok a geometriát a szabadkézi rajzhoz hasonlóan alapelemekből hozzák létre. Az euklédeszi szerkesztés elveit figyelembe véve rajzolunk elkészítéséhez három alapelemet használhatunk. Ilyen a pont, az egyenes és a kör. Mindig gondoljunk ezekre az alapszerkesztési műveletekre, hiszen a számítógép csak segíteni tud, de nem tudja helyettünk megoldani a problémákat. Magát a szerkesztés, annak lépéseit, módját nekünk kell felépítenünk, kitalálnunk. A problémát a mérnök oldja meg, a számítógép csak ehhez segítséget nyújt, nincs ez másképpen az AutoCAD esetében sem. Az AutoCAD vektorgrafikus rajzrendszert alkalmaz, geometriai primitívekből építkezik. A CAD programok a geometriát a szabadkézi rajzhoz hasonlóan alapelemből hozzák létre, ahogyan már mondtam. Több elemet tartalmaz az euklédeszi szerkesztéshez a rajzoló programok legtöbbsége, mint a hagyományos rendszerek. Vannak egyszerű rajzelemek, például vonal, kör, körív, és összetett rajzelemek, vonallánc, méretvonal. Az összetett rajzelemek az egyszerű elemekből állíthatóak össze. A modelltér szerkezete hierarchikus, azaz a világ objektumokat tartalmaz, az objektumok primitív objektumokat, a primitív objektumok geometriáját pedig leggyakrabban pontok, ritkábban pedig paraméterek határozzák meg. Az AutoCAD logikájának megértéséhez mindig gondoljunk vissza erre a hierarchikus felépítésre.